Én is szerettem valakit, és én is elvesztettem azt, akit szerettem. Úgy szólván egész fiatal fiú volt még, amikor én egész fiatal lány. 16 éves voltam, amikor eljutottam a nagy felfedezéshez, a szerelemhez. Hirtelen ragyogó fény támad bennem. Egyszerre kinyílt a világ. De nem volt szerencsém. Becsaptak. Volt a fiúban valami ideges puhaság, valami férfiatlan lágyság, bár szemre nem mutatott semmi nőieset. Mégis valami ilyesmi volt benne. Segítségért jött hozzám, de én ezt nem vettem észre. Nem tudtam semmit. Csak az esküvőnk után, amikor visszajöttünk a Nászútról. Akkor is csak azt tudtam, hogy kudarcot vallottam, és valami rejtélyes okból nem tudtam neki megadni azt a segítséget, amelyre szüksége volt, de amelyről nem tudott beszélni. Futórumokban állt, belém kapaszkodott, de én nem tudtam kihúzni. Én is süllyedtem vele együtt lefelé, de ezt se vettem észre. Én nem tudtam semmit, csak azt, hogy szeretem, hogy kimondhatatlanul szeretem, anélkül, hogy segíteni tudtam volna rajta, vagy magamon. Aztán rájöttem mindenre, a lehető legborzalmasabb körülmények között. Hirtelen benyitottam egy szobába, amelyről azt hittem, hogy üres, de amely nem volt üres. Két férfi volt benne. Az a fiú, akihoz feleségül mentem, és egy idősebb férfi, aki már évek óta a barátja volt. Úgy tettünk, mintha nem vettünk volna észre semmit. Igen, mind a hárman. Kocsiba ültünk, munlékba hajtottunk, a kaszinóba, részegen, nevetve egész úton. Keringőt táncoltunk. Egyszer csak a fiú, akihoz feleségül mentem, ott hagyott a parketten, kirohant a kaszinóból, néhány perc, egy lövés. Mindenki kirohant. Én is. Körülfogták azt a szörnyűséget a tópartján. Én nem fértem oda a többiektől. Valaki karon ragadott. Ne menjen oda! Nem szabad, hogy lássa! Lássam! Mit? Mit lássak? Aztán hangokat hallottam. Ellen, a gréfiú szájába dugta a revolverét, és elsütötte. Úgyhogy hátul a koponyája teljesen szétment. És mindez azért volt, mert a parketten nem tudtam tűrtőztetni magam, és azt mondtam neki, tudom, láttam, undorodom tőle. És akkor ez a ragyogó fény bennem, ez kialudt. És azóta sincs bennem több világosság, mint ez a pislogó gyertyafény. Azóta sok ismeretlen emberrel volt viszonyom. Ellen halála után az ismeretlen emberekkel való viszony volt az egyetlen, amely úgy látszott, hogy ki tudja tölteni ezt az űrt a szívemben. A pánik. Igen, azt hiszem, a pánik hajszolt egyik embertől a másikhoz, védelemért futkosva. Hol itt, hol ott, a legkülönbözőbb helyeken, még a végén egy 17 éves fiú. De valaki megírta a tanfelügyelőnek, hogy ez a nő erkölcsileg alkalmatlan az általa betöltött állásra. Erkölcsileg alkalmatlan. Igaz ez? Igen, igen. Azt hiszem, az vagyok, alkalmatlan. Valami módon. Hát így kerültem ide. Kiestem a játszmából. Az ifjúságom, mint egy vízoszlop, szétesett. Akkor találkoztam magával. Maga azt mondta, szüksége van valakire. Nekem is szükségem volt valakire. Megköszöntem magát az Istennek, mert olyan gyengédnek mutatkozott. Egy hasadék a világ kőszikláján, amelyben elbújhattam volna. Úgy látszik, amit vártam, amit reméltem, túl sok volt. Elment minden, kivéve a halált. Igen, a halál. Ellentéte a vágy. Nem messze Belrevtől volt egy tábor. Fiatal katonákat képeztek ki. Szombat esténként bementek a városba leinni magukat. Hazafelé jövet aztán oda tántorogtak a kerítésemhez, és bekiabáltak. Blanche! Blanche! Hajnalban aztán a teherautó felszedte őket, mint a mezei virágokat a hosszú úton hazafelé. Ostoba voltam, hogy a gyöngyeimet a disznók elé szórtam.